Rendőrségi videón, ahogy a fehér autó áthajt a piros lámpán, a felvétel a szekszárdi Széchenyi utcában készült. A hasonló szabálytalanságok nem csak itt, hanem az innen néhány száz méterre található Rákóczi és Szent László utcák találkozásánál is gyakoriak, pedig a Kressz szerint már a sárga jelzésnél is csak akkor lehet áthaladni a lámpa alatt, ha a fékezés veszélyeztetni a mögöttünk haladók biztonságát. Egy-egy ilyen manőver pedig több tízezer forintba kerülhet a felelőtlen autósoknak. Aki a piroson áthajt, az a 156/2009-es kormányrendelet értelmében 100 000 forintos közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető. A rendőrség rendszeresen ellenőrzi a közlekedőket járőr és civil kocsikkal is. Nem csak azt nézik, hogy az autósok szabályosan használják-e a jelzőlámpákat, hanem például azt is, hogy be vannak-e kötve vezetés közben. Bár manapság már a legtöbb akcióról videófelvétel is készül, ez nem szükséges ahhoz, hogy a szabálytalankodókat felelősségre vonják. Attól, hogy a kép és videófelvétel nem készül egy-egy jogsértésről, akár egy biztonsági jobb használatának elmulasztásáról, akár a piros lámpán való áthajtásról, a kollégáim ezt észlelik, akkor a járművezetővel szemben, vagy az utassal szemben, aki a biztonsági jövét nem használja, eljárhatnak. A piros lámpán való áthajtásért egyébként nem csak pénzbírság, hanem büntetőpontok is járnak. Alapesetben 9, ezért 2 ilyen szabálysértés után a sofőrnek el kell búcsúznia a jogosítványától.